hölgyeknél hallottunk a közelmúltban egy bejelentést, 49 esztendősen Birgit Fischer azt mondta, hogy szeretne ismételten visszatérni a kajakkenu sportba. A szövetségi kapitány mennyire látja ezt reálisnak, hogy esetleg Londonban 200 méteren ott legyen a veterán német? Hát én erősen szkeptikus vagyok, bár kétségtelen, hogy minden idők legeredményesebb kajakosáról van szó. Nagyon nagy klasszis volt, minden versenyszámban tudott nyerni, sőt olimpiát is nyerni. Kíváncsian figyelem egyébként. Én azt gondolom, hogy a magyar lányokra igazság szerint nem jelenthető olyan szinten veszélyt, hogyha mi a legjobbak akarunk lenni, hogy akkor tényleg a korából fakadóan vele olyan szinten kelljen számolni, hogy annyira veszélyes lenne ránk. Nem tudom, hogy a német válogatottat, most ugye ott is volt sérülés, illetve szülés miatti kihagyás, hogy mennyire erősíti, vagy mennyire tudott beleférni a keretbe. Nem nagyon ismerem őt, így nem versenyeztem vele soha, és még talán azt is mondom, hogy reális. Tehát ő tényleg egy nagyon meghatározó kajakos a nők között. Kíváncsi vagyok, hogy vissza tud-e térni egyébként. Hát, hogyha van rá, vagy ha vissza is jön, akkor úgy érzem, hogy ez a női mezőnyt tudja minősíteni. Tehát én most csak azt tudom mondani, hogy nem bírom elképzelni, hogy mondjuk Gyulai Zsolt még mindig nincs 50 éves, még mindig csak 47 éves, és itt elkezdene nálunk királykodni, az úgy néz ki, nem lenne jó, tehát nem vetne jó fényt a férfi mezőnyre. Azt lehet, hogy Birgit Fischer, mint egy ilyen különleges figura, sokszor bebizonyította. Hát az 50 év körül nem kéne szerintem már. Tehát szégyelje magát, akit meg tud verni a Birgit Fischer Schmidt, de magyarokat nem hiszem, hogy veszélyezheti. Tehát nem hiszem, hogy lesz olyan versenyszám, hogy Birgit Fischer Schmidt nyer, és magyar a második. Fordítva lehet, azért erősek a lányaink, de tényleg azért 50 évesen már talán nyugdíjba kéne lenni. Ez akkor azt jelenti, hogy te nem folytatod 50 éves korig? Én nem mondtam, de nem hiszem, hát nem mondtam, hogy nem folytatom, de nem hiszem, hogy 50 éves koromban, mikor lesz az 2000, mikor leszek 50 éves, 38-ba vagy 28-ba, nem hiszem, hogy ott leszek az olimpián. Meg hát nem is lehet, mert nagyon begyorsult, bekeményedett a fiú szakág. Azért fogom folytatni a kajakozást egy pár évig még, de 50 éves koromban nem fogunk itt beszélgetni, ez biztos. Talán azt mondom, hogy a női mezőnyben reálisnak tartom, de hát ilyen korban már nem hiszem, hogy én szerintem főleg 200 méteren átütő teljesítményt fog nyújtani. Hát ő egy hihetetlen nagy klasszis, azt tudjuk, tehát. De én nem tartom valószínűnek, hogy a 200 egy annyira fölgyorsult, és hát nem mondanám azt, hogy oda fog kerülni. Hát sok sikert kívánok neki is. Fogalmam sincsen, hogy egy 49 éves szervezet mit bír, meg az ő szervezete mit bír. Ez annyira egyéni, specifikus dolog, hogy még akár sikerülhet is. Ha Storzbotond esetleg vissza akarna térni, ez mit jelentene? Mennyi időt venne igénybe? Mennyire drasztikus változás egy ilyen visszatérés? Hát teljes, tehát nyilvánvaló, tehát most nem számolva azzal, hogy gyakorlatilag nulláról, vagy nem is nulláról, inkább mínuszból kell kezdeni. Teljesen ugye egy megváltozott életmódból indul. Nem tudom egyébként, hogy most a Birgit mivel foglalkozik per pillanat. Azt se tudom, hogy edze vagy edzésben van. Feltételezem, hogy azért valamilyen szinten sportol vagy mozog, de azért 49 évesen olyan szinten változtatni az életvitelen, hogy napi két kőkemény edzése legyen valakinek, szerintem az azért elég nehéz.